Széles a kínálat a műszaki boltokban, ám a legkörültekintőbb vásárlásnál is előfordulhat, hogy a kiválasztott termék hibás. Ilyenkor a fogyasztó első körben a vállalkozással veszi fel a kapcsolatot, de ha a vitás helyzetet nem sikerül rendezni, a békéltető testületekhez fordulhat jogorvoslatért. A testületek 1999 óta működnek Magyarországon. Ez idő alatt a jogszabályi hátteret adó fogyasztóvédelmi törvény többször is módosult. A legjelentősebb változások azonban 2024. január 1-én léptek életbe. Az egyik legfontosabb, hogy a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett, független testület most már régiós illetékességgel és online működik. A mi vármegyénkbelieket érintően a legjelentősebb változás most január 1-től, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei békeltető testület jár el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei illetőségű ügyekben is. Főszabályként a békeltetés online történik január 1-től. Ez ugye van, akinek könnyebbséget jelent, mert nem kell sehova elmenni az otthonában, online tud kapcsolatot teremteni a békeltető testület eljáró tagjával, illetve a vállalkozással. Viszont aki mégis ragaszkodik fogyasztó ahhoz, hogy személyes meghallgatást szeretne, akkor ezt a jövőben is kérheti, de a jövőben csak kizárólag a fogyasztó kérheti a személyes meghallgatást az ügyében, és itt lehetőség van arra, hogy aki Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lakik, akkor nem kell Debrecenbe mennie feltétlenül a személyes meghallgatás ügyében, hanem kérheti azt, hogy a praktikusan hozzá legközelebb eső megyei jogú városban, tehát itt jelen esetben Nyíregyházán, itt a mi kamaránknál történjen meg ez a személyes meghallgatás. Fontos változás az is, hogy a meghatározott értékhatár alatti ügyekben hatékonyabb lett a döntéshozatal. Korábban ugye akkor lehetett kötelező vagy ajánlást megfogalmazni a vállalkozás számára, hogyha alávetési nyilatkozatot tett, viszont 2024. január 1-től 200 ezer forint ügyérték alatti ügyekben már a testület kötelező döntést hozhat. Tehát ezek ugyanúgy végrehajthatóak ezek a döntések, mint mondjuk az egyesség. A változások jelentős mértékben érintik az eljárást kezdeményező fogyasztók jogosultságait is a vállalkozásokkal szemben. Január 1-től a vállalkozás már nem lehet fogyasztó, viszont a társasházak, civil szervezetek, az egyházak, lakásszövetkezetek, ők továbbiakban is kezdeményezhetnek végeltető testületi eljárást, amennyiben a szerződés megkötése nem gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükkel kapcsolatos. Az új szabályozás célja, hogy a vállalkozások együttműködőbbek legyenek, olyan esetekben pedig, amikor valódi alapja van a fogyasztói panasznak, növekedjen az egyességkötési hajlandóság. A változások miatt várható, hogy több eljárás lesz. A fogyasztók számára ugyanakkor könnyebben elérhetővé válik ez az ingyenes jogi lehetőség.